életre valók. Egy magazin azokról, akik minden helyzetből kihozzák a legjobbat. Akiknek a szakmájuk nem pusztán a foglalkozásuk, hanem már a hivatásuk, vagy akár mondhatjuk a szenvedélyük. Akik a nehéz helyzetbe kerülnek, akkor inkább megpróbálnak a megoldás oldalára állni, és nem a problémáira. És mások iránt is éreznek némi érzékenységet, hogyha valaki bajba kerül, akkor nagyon szívesen segítenek rajta. A mai életre valónk Bukszár Márta, primadonna, énekmester és magánénektanár. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Én is téged, és a kedves nézőket. És mindjárt a legelső kérdésem, hogy mi az, amit most a legjobban szeretsz az életedben? Én nem tudok különbséget tenni. Ami az életemben fontos, a családom, a színpadi munkám, az oktatás, tulajdonképpen egy szinten van, majdnem mindegyikkel egyformán törődök. Időnként ugye a helyzet adja, hogy mikor melyikkel kell többet foglalkoznom, akkor azt úgy próbálom megoldani, ahogy legjobban meg tudom. És elég ügyesen be tudom osztani az időmet, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt elég jól sikerült eddig az életem folyamán csinálni. Ugye mondtam, hogy énekmester és magánénektanár is vagy, és ez a kettő nem ugyanaz. Miért is nem? Hát a magánénektanár az egy iskolai feladat, tehát ott gyakorlatilag én építem fel a gyereket, én adom a növendéknek az anyagot, hogy ahogy ő fejlődik, vagy én gondolom, hogy ő fejlődik. Kicsit talán nehezebbet is adok időnként, hogy hát azt még meg tudja ugrani. És ezáltal, hogyha van egy jó érzéke egy énektanárnak, akkor én azt gondolom, hogy egész magas szinten fel tudja hozni a fiatalt. Az énekmesterség pedig ott egy adott anyagot kell a kollégáimnak megtanítani, vagy segíteni a megtanulásba, vagy akár színészileg is próbálok segíteni nekik, mert talán az megkönnyíti az éneklésüket is. Ugye te énekelsz is, és tanítod is az éneket, és ha visszatekintünk a pályádra, akkor majdnem, hogy azt mondanám, hogy te éled az álmaidat, hiszen egész a kora gyermekkorig nyúlik vissza az éneklés. Hát én már az óvodában is szépen énekeltem, meg is vannak a képek, hogy szólistaként szerepeltem ott már, és én akkor már ezt nagyon élveztem, ezzel semmi probléma nem volt. Akkor kezdődtek a problémák, amikor a más is kezdett már jól lenni, és más is már ott volt mellettem, és esetleg kiütött a nyerekből. Hát ilyen volt azért az általános iskolában, és emlékszem, amikor bemutattok a Makrancos királylány gyerekoperát, és én kaptam a Puli kutya szerepét. Jó, az éneklő kutya volt, de hát azért mindenki a királylány szeretett volna lenni, hát pláne én. De hát azért azt is túléltem. Hogyan jött az, hogy derült ki, hogy tehetséges vagy? Vagy esetleg volt-e a családban olyan valaki, akinek szintén volt tehetsége az éneklés az előtted? Igen, édesapámnak volt nagyon szép hangja, és nagyon muzikális volt, és nagyon ritmusérzéke volt. Az ő családjában erős a színészi és a muzikalitás. Úgyhogy én szerintem onnan van az örökség, és így az apukám fedezte fel, hogy én ügyes vagyok, és hogy jó ritmusérzékkel rendelkezek, és hogy szép a hangom. Úgyhogy kifejezetten erre irányítottak is. Tehát a zenei általánosban például mi kezdtük a 8 osztályos zenei általános iskolát, Pécset, az egyes gyakorlóban, ami most az egyes gyakorló. Ott kezdtük a pályafutásunkat, és a Kodály anyós, a Péceli Sári néni volt az osztályfőnökünk, úgyhogy nagyon-nagyon jó kezekben voltunk. Ott néptáncolni is kellett, hangszert is kellett tanulni, mert ez hozzátartozott a létünkhöz. Muszáj volt ezt csinálni. A hangszerrel először nem hiszem, hogy nagyon nehezen birkoztam, a zongorával nagyon nehezen, de aztán utána megszerettem, és aztán végül zongoratanári diplomám is van. Úgyhogy az én szüleim leverték a polgári foglalkozást is, és utána mondták, hogy akkor mehetek művészkedni, amikor akarok, de hogy a polgári diploma az ott legyen az asztalon. Mit szólt a családod végül is ehhez a művészi pályához? Ugye azt mondták, hogy legyen egy rendes szakmád is, de így a későbbi évek során, amikor jöttek az első sikerek, tehát azért a művészvilág, meg a polgári világ, a civil élet, az egy nagyon-nagyon különböző. Hogy néztek rád? Hát én azt gondolom, hogy a családom nézett teljesen természetesen rám, mert hát látták, hogy ott gyakoroltam, ott nőttem fel művészileg is. Inkább a környezetemben voltak nagyon furcsa reakciók, szóval azt gondolták, hogy én most egészen más ember lettem azért, mert a deszkán énekelek, 5 méterre följebb vagyok, mint mondjuk a zenekari árok. Akkor azt gondolták, hogy ettől most valami egészen más fog történni bennem, semmi nem történt más. Ugyanúgy csináltam a dolgomat, mint aki lent van a zenekari árokban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt tulajdonképpen a nagy része az embereknek jól fogadta, mivel kislánykorom óta látták ezt.
Hát 3 éves korom óta lehetett engem látni, hallani, tévé, rádió, kulturális seregszemléken nyertem, és hát szóval sok felé megfordultam, mint énekes. Emlékszel arra a pillanatra, amikor ugye, hogy mondtad, hogy beugrósként kerültél a reflektorfénybe leginkább, amikor megérezted azt, hogy sikerült, hogy sikered van? Nem. A pillanatra nem emlékszem. Mert azért eléggé hitetlen voltam, hát azért beugrani egy ekkora szerepbe, egy címszerepbe, azért az elég nehéz dolog, és én ezt nem tudtam úgy feldolgozni, hogy most ez sikerült. Szóval nekem azt mondták, hogy sikerült. Úgy gratulált nekem a Szegvári Mennyért, hogy Márta, amit nem tud, azt majd megtanulja, amit meg tud, azt nem tudjuk megtanítani. Szóval így. És akkor ez azért olyan bizonytalan dolog, hogy most akkor meddig fut a tehetség, meddig kíváncsiak rám, meddig vagyok érdekes, meddig tudom fejleszteni a képességeimet. Hát azért ez mindenkinek az életében lutri. Meddig tudod fejleszteni a képességedet? Ugye adódik a kérdés, hogy aki énekel, az kell-e, hogy rendszeresen gyakoroljon, és ha rendszeresen, akkor az mit jelent? Tehát hogy nézed ki, hogy néz ki a te életedben az éneklés? Hát az éneklés is nagyon sok gyakorlással jár, hogyha valaki magas szinten akarja ütni. Szóval azért a 2 órától a napi 5-ig simán benne van. Sőt, én azt állítom, hogy akkor tudom a szerepemet nagyon jól és biztosan beépíteni a torkomba, hogyha egy nagy szerepet egy nap 2-szer el tudok énekelni. Ha 2-szer el tudom énekelni, akkor jöhet 1-2 fajta vírus, amit simán át tudok énekelni. Úgy érted, hogy komplettel énekelni a szerepet? Igen, kompletten. Igen. Azért emögött komoly munka van, és hát tulajdonképpen mindig úgy gyakoroltam, amennyi feladat volt. Szóval mert akkor ugye gyorsan a család felé mentem, hogyha nem volt akkora a feladat, akkor ott egy kicsit rendet raktam. Amikor jött a nagyobb szerep, akkor arra felé egy kicsit. Hát szóval próbáltam az egyensúlyt mindig valahol megtalálni. Ugye te egy primadonna voltál vagy, és mégis nagyon-nagyon hamar jött az életedbe a család. Igen, hát akkor úgy éreztem, hogy talán kicsit korán jött. És ugye jó Isten tudja mindig, hogy hova kell és mikor, a legjobbkor jött, 27 éves voltam, amikor szültem a fiamat, és csak azután 3 év múlva kezdtem a pályát, tehát anyuka is tudtam lenni. Mellette tanítottam, és akkor a főiskolán nem kellett olyan rengeteg órába tanítani, 12 órába tanítottunk egy héten, jó készültünk minden, de hát az azért még éjszakába belefér. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez ilyen értelemben nagyon szerencsés volt, hogy akkor született meg. Azért a pályát kettévágni nehezebb lett volna. Végül is én is úgy kerültem a pályára, hogy a kolléganőm későn jelentette be, hogy gyermeket vár, és gyorsan kellett valakit keríteni. És akkor így esett rám a választás. Magadban hiszel, vagy a szerencsében hiszel, vagy mindig félsz attól, hogy valahol a sorsodat úgy irányítja valaki, hogy nem nagyon van beleszólásod? Ettől sose féltem. Én olyan értelemben hiszek magam, hogy a munkába hiszek. És akkor azt gondolom, hogy a sok munka bevonza a szerencsét is. És az egész pályám erről szólt. Hogy bevonzotta. Én nem gondoltam, hogy színpadra fogok kerülni soha. Mert nem is ajánlották, ugye mivel 56-os gyerek vagyok, hát itt eléggé be volt határolva az én működési területem, és ezért nem gondoltam. Nekem az volt a nagy vágyam, hogy a Zeneakadémiát elvégeztessem, hogy ott tanulom meg a legtöbbet a szakmáról, ami igaz is. Mennyire vonzott akkoriban, ugye, tehát a szüleidnek az volt az igénye, hogy legyen egy polgári foglalkozásod, ugye neked volt 2 terület maga az, hogy énektanárként dolgozni, vagy az, hogy színpadra lépni. Téged melyik vonzott eredendően jobban? Eredendően én tanár szerettem volna lenni, tovább megyek, általános iskolai énektanár szerettem volna lenni, pont a Sárika néni miatt, a Kodály anyosa miatt, mert ő volt egy olyan idol, aki gyönyörűen énekelt, gyönyörűen öltözködött. Eljött énekórára, bejött énekórára, és hozott egy korrepetitort, és elénekelte a Schubertdal gyönyörűen. És ezt gondoltam, hogy ez mindenhol így van, és akkor ez nekem ez mennyire jó lesz. És a szüleim is efelé tolták a határokat, őnek fel sem merült ez, ismerve az előzményeket, hogy én valaha is deszkára menjek. Említetted az ő jó ízlését, és hogy te is nagyon eredetően nagyon jó ízléssel öltözködsz, és egy nagyon jó stílusod van. Hogy látod a mai világban, mi az, ami az ízlésből, a stílusból, hát egy kicsit hiányt szenved, és de hogy látod ezt a mai világot, és mi az, amit próbálsz ezügyben, akár a tanítványaidnál tenni?
A mostani divatba, vagy a mostani gondolkodásba divatról azt nem szeretem, hogy nagyon egyféle. És én azt gondolom, hogy én is ellesem a divatból azokat a kis motivumokat, amik én rám illenek az én korom, vagy azt gondolom, hogy rám illenek az én koromhoz illik, de abban legyen benne az én személyiségem. Én szerintem az az igazi teli találat, hogy én ráismerek, hogy ő ez. Ez olyan Márt is, igaz? Igen. Például imádom a népművészetet, amit most rajtam látsz, ez Grúziából van, ez Kazasztánból van. Mert mindenhol imádom, és ahol ezt meglátom, akkor, és látok egy mives darabot, akkor az biztos, hogy az enyém, és kifizethető. Na most ezeken a helyeken kifizethető, úgyhogy például, de hát nem csak a népművészet, de egy csomó minden más ruhadarabom is van, és én is járok szabadidő ruhába, de annak is megvan a maga stílusa, gondolom én, mert nekem az tetszik. Sokféle van, amire azt mondom, hogy igen, de ez nem az enyém. Sőt, hát tovább megyek az egyik növendékenről, leszettem a ruháját, mert azt mondtam, hogy ez nem a tiéd, ez az enyém. És azt mondta, hogy tényleg. És akkor megvásároltam tőle még aznap, amikor először fölvette. Úgyhogy... Azon kívül, hogy a zenére megtanítod a diákokat, mire inspirálod őket? Tehát mind akár a saját stílusuk megtalálásában, akár az, hogy hogyan viszonyuljanak a világhoz, hogy milyen módon. Tehát azért az illem, a protokoll egy picit azért néha úgy félrecsúszik. Hát nem kicsit, nagyon is. Hát én nem is egyszer rászólok a hallgatóra, hogyha nem úgy jön be, nem kopog, nem köszön megfelelő hangerővel, mert még az is fontos, azért azt hallani is kell, ugye, hogy köszön. És hogy például, hogy nem tartanak időpontokat, megtanítom őket, hogy igenis, én is, hogyha kések, mert valami közben, akkor hívlak, hogy ne aggódj, jövök. Mert előfordulhat tényleg bárkivel bármi, de hát ezeket vagy lemond egy órát, hát akkor ezt mondja le telefonon időbe. Hát egymás idejével nem szabad játszani. A mai világban különösen, hát az időből van a legkevesebb. Ugye említetted, hogy egy 56-os gyerek vagy, tehát az édesapád börtönben is volt. Ez az időszak. Hogy az, hogy így nőttél fel, és ugye mondtad, hogy az is kétséges volt, hogy tudsz-e diplomát szerezni, hogy utána mi lesz veled, hogy leszed. Mire tanított téged az, amit akkor és ott átéltetek? Én szerintem nagyon sok mindenre megtanított a borzasztó nehézségek mellett, mert akkor ugye úgy éltük meg, hogy hát azért ez egy nagyon nehéz élet, tehát enni alig volt, mert nem akarom ezeket sorolni. De én azt gondolom, hogy a hitet magamba, hogy itt senki nem fog rajtam segíteni. Hogyha én megoldom, szorgalmas vagyok, megcsinálom, megtanulom, akkor abból lehet valami. És ez így is lett. Szóval azt gondolom, hogy ez én nekem kifejezetten jót tett ilyen értelemben. Biztos van egy csomó minden, amiben azért hátáltatott engem. Egészen biztos, hogy a lelkemben vannak olyan rezdülések, amik nem pozitívak. Az egészen biztos, de úgy érzem, hogy az életem nagy részében pozitívan hatott. Ugye, ha így összeomlik körülötted a világ manapság, vagy egyáltalán bármikor, bármelyik életszakaszodban, amikor úgy rád zuhant valami, akkor hogy, ha most így visszagondolsz, mi a te probléma a kezelési módszered? Mi történik veled? Hát először összeomlok. De az tart 2-3 napig. Ha nagyon nagy a baj, akkor az 2-3 napig tart. És akkor utána valamitől jó kis ösztönnel, ugye a hajamnál fogva kiúzom magamat a problémából. Jól, vannak segítségeim, hát a családom, azért az nagyon fontos, hogy az ember életében olyan emberek legyenek, akikre lehet hallgatni, akik reálisan látják a világot, vagy abban a pillanatban reálisan látják, amikor én nem látom reálisnak. De ugye általában, amikor nagyon lebb van az ember, akkor nem látja reálisnak, úgy gondolja, ebből már soha nem fog kijönni. Akkor vannak olyan emberek körülöttem, akik ebben segítenek, hogy egy kicsit fölhozzanak, és ha megkapom az első kis lökést, akkor onnantól kezdve már úgy megtalálgatom magamat. Ugye szokták mondani, hogy néha az embernek egy picit a probléma fölé kell emelkedni, hogy ráálláson. Hát ez már csak akkor következő, amikor megoldódott, szóval maradjunk ebben, meg a másiknál látjuk, hogy az, hidd el, hogy ez nem annyira rossz, ezért jó, hogyha az emberek vannak jó kapcsolatai, akik tényleg reálisan látják az életet, és benne vannak úgy, hogy érzelmileg is, és tudatosan is, mert azért ezt a kettőt nagyon jól kell keverni. Mert egyik sem szabad, hogy túlsúlyban legyen, mert akkor ott... Hát én mérleg vagyok, én nekem muszáj ezt az egyensúlyt tartani, mert akkor nagyon rosszul érzem magam, ha nem.
meséltél Sárika néniről, ugye az énektanárodról. Voltak-e még olyan személyek, vagy vannak-e az életedben, akik ilyen jelzőfények, akik akár példaképek, vagy azt mondod, hogy egy-egy mondatuk a füledben cseng? Hogyne, a Szegvári Mennyért, aki feltett a színpadra, ő volt egy nagyon csodálatos ember, vagy az Antal Gyurka bácsi, Pécsék ismerik, a Zeneművészeti Főiskolának volt az igazgatója, ő vállalt értem politikai felelősséget, amikor a Zeneakadémiára kerültem, mert hiába voltam pont esőt, észrevették az önéletrajzomból, hogy ott az apuval gáz van, és akkor mondták, hogy azért ez nem biztos, hogy nagyon jó ajánló levél, és akkor ő ezt elintézte nekem, hogy ez ne legyen akadály. Meg hát ismert is, hogy nem politizáltunk, szóval nem foglalkoztunk ilyenekkel, nem ismertünk. Anyukám egyszer megmondta, hogy ha erről beszélsz valamit, az aput megint elviszik, többet nem kellett mondani. Így, ennyi. Többet nem mondtad. Igen. A színpadi jelenlét, a színpadi szereplés, az egy picit, legalábbis sokan azt mondják, az egy utazás, az egy bele lehet bújni másoknak a bőrébe, számodra. Mennyire jelent ez egy új kihívást, egy új utat, egy új lehetőséget arra, hogy valaki más lehess? Mennyire kaland ez, vagy mennyire nehézség utána visszazökkenni a hétköznapokba? Én nem tudom, én azt gondolom magamról, persze nem tudom, ki hogy látja ezt, hogy én bennem átmegy a figura, szóval, hogy én nagyon benne vagyok abba. És én azt szeretem, hogyha nem nagyon idegen a figurámtól a szerep. Volt már, hogy idegen volt, és mit tudom, egy Kabzsi öregasszonyt kellett játszani, azt is nagyon szerettem, mert az meg humoros volt. Szóval annak meg a humoros oldalát gondolom, hogy ki tudtam doborítani, azt azért szerettem. De általában olyan figurákat kaptam, ami közel van az én lelkemhez, és nem éreztem azt, hogy nekem ezt külön rám kell húzni. Hát persze technikai dolgok, nehézségek vannak a színpadon, hogy akkor ezt nem így kellene, azt nem úgy kellene, azt nem úgy érzem. Mindig van valami, ami kis maszhat van benne, és amiben kell, hogy segítsen a rendező, és hát általában segítettek is. A színpadi jelenlétről is tudsz tanítani a diákjaidnak? Hogy abszolút. Hogyan, tehát abszolút. Amikor nem színpadon abszolút. Vagytok, hanem ültök egy szobában, akkor is lehet erről abszolút. Tanítani? Abszolút, sőt, hát én nem tanítok, én beszélek. Én beszélek róla, én beszélek az életről, beszélek a színpadról, és ő nem is veszi ezt, hogy a színpadról vagy az életről beszélek, mert szerintem az a jó, hogyha ez így összecsúszik. Nagyon-nagyon sokat dolgozol, tanítasz, szerepelsz. Mi az, amivel ki tudsz kapcsolódni? Kirándulások, az utazások, és hát a családom. Nagy kirándulók vagyunk, és ez gyerekkorom óta így van. Ez volt a legolcsóbb szabadidő eltöltés, a mai napig ez a legolcsóbb. És azt gondolom, hogy levegőre menni, oxigént szívni, gyönyörűségeket látni, zöldet, sárguló leveleket, az annyira feltölti az embert akár egy fél órára is, egy nap, hogy azt gondolom, hogy ennél jobb dolog a világon nincs. És az utazások, azt most már egyre jobban meg tudjuk tenni, az időnkből egyre jobban kitelik, úgyhogy az csodálatos dolog. Elképesztő, de jó társaságban tényleg úgy rohan az idő, hogy gyakorlatilag szinte egy kérdésre maradt időnk. És arra gondoltam, hogy megkérdem tőled, hogy hova tartasz? Hát én most elég jól érzem magam a bőrömben, hogyha még ez egy jó pár évig így eltartana, ezzel az egészséggel, ezzel a külsővel, nem rosszabb állapotban, az nagyon jó lenne, az nagyon szerencsés lenni. Hát akkor néhány év múlva térjünk erre vissza, jó? Köszönöm szépen, hogy velem voltál. Hello. És önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyék ezt legközelebb is, viszontlátásra.